Folytatjuk a tehetséges helyi diákok bemutatását. Itt vagyunk a György István Katolikus Általános Iskolában, és a csapat résztvevőivel beszélgetek. Arra kérlek, hogy mutatkozz be, hogy hívnak, hanyadik osztályos vagy, és miért ezt a nevet választottátok a csapatnak? Győri Zita vagyok, negyedik B osztályos, és azért a csicsergők nevet választottuk, mert szeretünk beszélgetni, csicserengni. Miért jelentkeztetek a versenyre? Szerettünk volna sok mesét megismerni, szeretjük a meséket, és szerettük volna kipróbálni magunkat csapatként. Téged hogy hívnak? Hanyadik osztályos vagy? Rózsa Zita vagyok, negyedik B osztályos vagyok. Te is a csapat tagja vagy. Hogyan zajlott a versenyre való felkészülés? A tanítónénivel a meséket elolvastuk közösen, és hozzá feladatokat oldottunk meg. Iskolában is, otthon is gyakoroltatok? Mennyire volt ez mindennapos feladat, hogy egy ilyen nagy és szép versenyre kellett készülnötök? Az iskolában is gyakoroltunk, és otthon is. És így értetek el ilyen szép eredményt. Milyen volt a versenynek a menete? És előtte arra kérlek, hogy mielőtt erről beszélsz, a nevedet áruld el nekünk, és hogy hanyadik osztályba jársz. Gergely Rebeka vagyok, és negyedik osztályos vagyok. Úgy készültünk rá fel, előre megkaptuk a meséket, és volt rá időnk felkészülni, és Éva néni tett fel nekünk kérdéseket, hogy válaszoljunk rá minél gyorsabban. Mennyire éreztétek ezt nehéznek, a versenyt? Mindegyik forduló egyre nehezebb volt. Az utolsó volt, a döntő volt a legnehezebb. Milyen eredménnyel zárult? Téged kérdezlek, és előtte mutatkozz be, és mondd, hogy hanyadik osztályban jársz? Darabos Sarolta vagyok, és negyedik B osztályos vagyok. Jó hangulatban, vagy hogy igen, jó hangulatban teltek el ezek a felkészülések. Igen, jó hangulatban, és vidáman teltek. Milyen eredménnyel zárult? 75 csapatból a mi csapatunk 5. helyezést ért el, és ennek a tanulság az, hogy jó csapattá össze tudtunk kovácsolódni, és hogy próbáljunk meg minél jobban fejlődni.